Ismertette a következő 7 évre vonatkozó városfejlesztési terveit a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a program 3 pilléren nyugszik. Esélyteremtő, zöld és nyitott Budapestet szeretnének. Vendégünk Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke. Jó estét kívánok! Először is némi magyarázattal hadd szolgáljunk Karácsony Gergelyt. Ígértük a nézőknek pár órával ezelőtt, különösen a Facebookon tettem én ezt, de ő közben önkéntes karanténba vonult, úgyhogy neki jó egészséget kívánunk, csak úgy, mint minden hozzátartozójának. Balogh Samut pedig szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Jó estét! Áthagyjuk majd a jó kívánságokat. Köszönöm szépen! Köszönjük! Esélyteremtő Budapest, zöld Budapest, nyitott Budapest. Mi az új elem abból, amit Karácsony Gergely a hétvégén bejelentett? Szerintem éppen az, ami az egésznek a címe, és most nem hangzott el, ez az otthon Budapesten. Tehát az egész stratégiának az a célja, hogy mindenki, aki Budapesten szeretne a boldogulását megtalálni, nap legyen lehetősége itt Budapesten élni, és hogy ne arra szorítkozzanak sokan, hogy el kell költözniük, el kell hagyniuk ezt a várost, hanem Budapest az egy befogadó, egy élhető, egy jó otthona legyen mindenkinek, aki erre vágyik. A mindenki számára elérhető lakhatás, például az esélyteremtés, az esélyteremtő Budapest része, az egészségi állapot és a hátrányos helyzetben lévők életkörülményeinek javítása, ezek nagyon nagy szavak, nagyon nagy vonalú tervek lehetnek mögötte, de ez irgalmatlan sok pénz kell, és hát nyilván tegnap el kellett volna kezdeni, hogyha ez a következő 7 év megvalósulásának reménye. Így van, de minden szerintenség nélkül a fővárosi önkormányzata is kezdte részben, tehát pontosan az a diagnosztikai program, ami a CT és MR vizsgálatokat finanszírozza, hogy lerövidüljenek a várólisták, ez pontosan egy olyan program, ami túlmutat a fővárosi önkormányzatnak az alapvető ellátásain. Mégis ezt megtesszük, és az az 50 milliárdos keret, amit a kormánnyal szemben harcoltunk ki, hogy a budapesti egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére fordítsuk, a kerületekkel együtt, azok is azt mutatják, hogy igenis lehetséges, csak ezeket a problémákat ki kell tenni az asztalra, és a fővárosi önkormányzatnak, a fővárosnak a vezetésének azt kell mondani, hogy ezt meg akarja oldani, és nem azt, hogy hát mi ilyesmivel nem szeretnénk foglalkozni. Zöld Budapest, hogy egy másik pontra is térek, ugye ez most, ha én jól értem, a rakpartok megújítására és újabb kerékpársávok megnyitására szorítkozik, vagy korlátozódik, meg némi parkprogramra. Ennél Karácsony Gergely hajdanában sokkal ambiciózusabb terveket remélt megvalósítani. Ezek már redukált tervek? Ezt azért tekintsük úgy, hogy a realitást, a mostani járványhelyzetet és a ki tudja, mikor lábalunk ki a gondokból pénzügyi helyzetet is magába foglalja? Abszolút nem. A kerékpársávok és a rakpartnak a megnyitása sokkal inkább a mit csináltunk már meg tavaly kategória volt. Ebben a területen is, ezt az otthonbudapesten.hu oldalon el lehet olvasni, de nagyjából 1500 milliárdot meghaladó csomag van. Tehát hatalmas projektlista az, amit ez a következő 7 évben a főváros szeretne megvalósítani, több mint 1500 milliárd. Úgyhogy egyáltalán nem nincs arról szó, hogy néhány dologra szorítkozna csak a Zöld Budapestnek a programlistája. És ide értünk minden, nem csak a zöld felületeknek a növelését és megvédését, hanem akár a közlekedéstől kezdve, a kompakt 15 perces városon át egészen a fenntartható városüzemeltetésig, vagy például addig, hogy a energetikai megújításokon keresztül budapesti családi házakat próbáljunk szigetelni, ezzel jelentős javulást elérve a széndioxid kibocsátás területén. Érzékelhető már, hogy egy másfajta gondolkodásmód működik a fővárosban? Jótól kérdezem, mert ő nyilván azt fogja mondani persze, hogy igen, de mennyire kapcsolódtak be a budapestiek a döntési mechanizmusokba? Mennyire használják azokat a felületeket, amiket megnyitottak számukra? Nyilván még nem eléggé, de azt látjuk, hogy igenis nagy érdeklődés van, hogyha csak egy konkrét példát mondhatok, például a részvételi költségvetésre közel 700 ötlet érkezett be, tehát 700 olyan javaslat volt, amit budapestiek küldtek be, hogy abból az 1 milliárd forintos keretből, amit a részvételi költségvetésre elkülönített a főváros, abból projektek megvalósuljanak, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút, és hát hívok mindenkit, hogy vegyenek részt ezekben a folyamatokban. Például a nagykörútnak a megújítása az folyamatosan egy közösségi tervezés folyamatában zajlik, úgyhogy az énbudapesten.hu/nagykörút oldalon mindenki elolvashatja, hogy hol tart ez a fázis. Honnan lesz erre pénz? Ugye van közel 5,5 milliárd, mutaságokat beszélek, forintnyi keret az Európai Uniónál, amit a magyar kormánnyal közösen kellene tudni eldönteni.
hogy mire menjen. Elindult ez a folyamat? Mert ugye Fügyes Balázs üdvözölte Karácsony Gergely bejelentését, mondva, hogy végre van miről tárgyalni. Hát neki már nagyon régóta lenne miről tárgyalnunk, de decemberben javasoltuk már az FKT-nek a következő ülésének az összehívását, hogy például tárgyaljunk arról a sok felüljáróról és budapesti hídról, amit még fel kell újítanunk. De igen, pénz az van, azt látjuk, hogy ugye nagyjából 11 ezer milliárd forint érkezik az országba a következő 7 éves uniós költségvetésnek a keretében, illetve ezen felül mintegy 7 ezer milliárd forint az az úgynevezett RRF helyreállítási alapnak a kerete, amit szintén az önkormányzatokkal együttműködésben kéne a kormánynak felhasználnia. Budapest jól láthatóan egy nagyon hosszú projektlistával rendelkezik, ezek apró, okos, közepes méretű fejlesztések, a leghatékonyabb fejlesztések, úgyhogy várjuk azt, hogy a kormány a partnersével ezeket meg tudjuk valósítani. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Balogh Samuval beszélgettünk, a főpolgármester kabinet főnökével. Szép estét kívánok önnek, és önöknek is, azzal, hogy remélem velünk tartanak a továbbiakban is. Mindjárt jön a csat, nőkről a nőnapon. Ez a csatnak az alcíme ezen a mai hétfő estén, és remélem, hogy érdemi vitát látnak majd a következő egy órában. Mindjárt kezdünk ott is.